Sziasztok, Kovacsics Kokszai István vagyok, a Panér műsor vezetője, és ahogy ígértem az előző adásokban, külső helyszínre keveredtünk, méghozzá nem is akár hova, az egyik kedvenc helyszínemre, a vásárcsarnokba, hogy miért is szeretek annyira idejönni, hisz az a saláta is mutatja, hogy az alapanyagok mindig frissek, a tojás mindig friss, a hús mindig friss, úgyhogy ti is gyertek ide és vásároljatok itt, hisz most megmutatom ebbe az adásba, hogy tudjátok elkészíteni ezekből az alapanyagokból a legfrissebb salátát. Tartsatok velem! Újra a vásárcsarnokba vagyunk, és közeledünk a nyár felé, így egy nagyon-nagyon gyors Caesar salátát, de hát mondhatom úgy is, hogy egy hamis Caesar salátát fogok elkészíteni. Hogy miért hamis? Ugyanis Magyarországon már nagyon sokan úgy állnak a Caesar salátához, hogy legyen benne mindenféle zöldség, tehát paradicsom, uborka, jégsaláta, paprika, tehát tényleg mindent beleteszünk, nyilván csirkemell és Caesar öntet. Nyilván az emberek ezeket megveszik készen, akár egy öntetet, akár a csirkemellet már lehet kapni készen, lecsíkozva. Én most ebbe az adásban megpróbálok mindent megtanítani a Caesar salátáról, viszont azt ne felejtsük el, hogy az eredeti Caesar saláta, az szimplán csak római saláta, egy pici friss saláta, illetve szardellán sütik meg a csirkemell csíkokat, és így fogjuk megkapni azt az igazi Caesar salátát. Na de térjünk vissza Magyarországhoz, térjünk vissza ide a vásárcsarnokhoz, helyi termelőktől, helyi eladóktól, beszereztük az alapanyagokat már, és ebből fogom elkészíteni. Első lépésnek ugorjunk neki, fölforraljuk a vizünket, és megfőzzük a tojást. Amíg a tojás fő, addig főkockázom a kenyeret. Az nagyon fontos, hogy a kenyeret apró kockákra vágjuk föl, és nagyon-nagyon bő vajba kell majd lepirítanunk. És addig-addig pirítjuk ezt az egészet, ameddig föl nem veszi az összes vajat a kenyérkockánk, de ezt majd úgy is mutatni fogom. Szóval elkezdett főni a vízünk, nagyon fontos, hogy tegyünk bele egy csipet sót. Amíg felforr a vízünk, addig a kenyeret összekockázzuk apróra. A legegyszerűbb módja az, hogyha összetesszük így a kenyérszeleteket. A legjobb az, hogyha ilyen tószkenyeret használunk, hisz forma kenyér, könnyen megpirul. Én tószkenyérből is mindig vajas tószkenyeret használok, mert sokkal finomabb, sokkal ropogósabb lesz sütéskor. Úgyhogy ilyen durván, ahogy mondani szokták, egyszer-egy centis kockákra kell fölszelni. Majd fordítunk rajta, és újra kockázunk. Sütés előtt egy tálat mindenképpen készítsünk oda, amibe beleteszünk egy papírt, mert majd ebbe kell betakarnunk a kenyérkockákat. De garantálom, hogy olyan kenyérkocka lesz, hogy ha egyszer már elkészítitek, akkor mindig ilyet fogtok csinálni, de ez nagyon jó levesekbe, nagyon jó bármilyen salátafeltéthez. Mi most Caesar salátafeltétnek fogjuk használni. Ezt félrerakom. A vizem az lassan-lassan, de elindul. Fontos mindig egy csipet sót tegyünk a vízbe, hogy a sónk, hogy a tojásnak is legyen egy picit sóíze, legyen egy picit, ne legyen annyira naturális a tojásunk. Úgyhogy valaki még olajat is tesz a vízbe, ezt mondjuk sose értettem, állítólag attól a tojásunk nem fog úgymond szétesni. Én azt szoktam mondani, hogy ha minél frissebb a tojásunk, akkor semmit nem kell a vízbe rakni. Ha már egy hete, vagy mondjuk pár napja a hűtőben áll a tojás, akkor én azt szoktam csinálni, megfogom a tojást, nyilván mivel itt vagyok a vásárcsarnokban, így friss tojással dolgozok, viszont hogyha otthoni tojásunk van és már így a hűtőben, akkor meg kell fogni a tojást, egy picit meg kell rázni, és úgy belerakni a vízbe, akkor nem lesz az, hogy leragad a sárgája az aljára, hanem középen marad a sárgája, és pucolásnál viszont nem az lesz, hogy leül alulra a sárga, mert ugye sokáig áll a tojásunk, szépen ez is nyilván leül, úgyhogy előtte mindig rázzuk fel a tojást, felforrt a vizem, használok egy ilyen kis segédeszközt. Én ebbe szoktam így belerakni a tojást, így biztos nem az van, hogy beleejtem, megroppanik, kijön, hanem szépen csak beleengedem, belefordítom, és hagyom megfőni. Na de ameddig a tojásom fő, hisz most csak egy villany tűzhelyen van, hogy addig is tudjak haladni, el fogom készíteni a szószt. Itt jön a legfontosabb része. Na de mi is kell hozzá? Én amit tudok hozzá ajánlani, az a dijoni mustár, a legjobb. Naturjoghurt, parmezán, reszelt parmezán, fokhagyma, pici Worcester szósz, én rakok bele egy pici kaprot, só, bors. Egy ekkora edény fog kelleni, megfogom, beleöntöm a naturjoghurtot, durván olyan 2 decit kell használni, egy olyan 2 adag, 3 adagra 2 deci elég.
Nekem van ilyen kis fokhagymereszelékem, ezt még teszek hozzá. De hogy az otthoni emberek is el tudják készíteni, sima reszelő, egy gereszt fokhagyma, ezt belereszelem. Én szeretem jó fokhagymáson, úgyhogy kettőt fogok belerakni. Nyilván ez mindenkinek az ízlésére van bízva, hogy otthon ki hogyan készíti el. Így egy pici olívaolaj, tényleg nem sok, egy csepp, egy pici Worcester sauce, vagy Worcester, ki hogy hívja, mustár, megint csak érzés szerint, ki mennyire szereti, hogy kicsit marjon, kicsit csípős legyen. Egy pici bors, egy pici só, egy citromnak a leve, nyilván nem kell az egészet hozzáadni, csak amennyi éppen jól esik. Körülbelül ennyi. Egy pici kapor. Nincs is jobb a friss kapornál, lassan indul a kovászos uborka szezon is, úgyhogy mindenki otthon rakjon el, amennyit csak tud, mert szerintem a világ egyik legjobb savanyúsága. Kapor összevágva, mehet bele. Egy pici parmezán, nem kell sok. És a végén beállítjuk az ízeket, nyilván mindenki úgy állítja be, hogy számára a legideálisabb legyen, hisz egy salátaöntet az nem egy nagy könyv, hogy ezt mindenki lépésről lépésre betartsa, hanem ízlés szerint készítjük. Nyilván a meglépő alapanyagokat bele kell tenni, hogy megkapjuk az ízt, viszont a finomságát mindenki saját testére szabja, hogy hogy ízlik neki. Aki az édesebb vonalat szereti, az még egy csipet mézet, egy pici cukrot tehet bele, viszont akkor már elmentünk egy ezer sziget öntet felé, így maradunk az igazi cézár salátánál. Ezt gyorsan összekeverjük. Összekevertem, hogy homogén legyen, és most megkóstoljuk, hogy számomra mi az, ami még kell hozzá. Nagyszerű, én egy pici sót és még egy kis fokhagymát teszek hozzá, mert számomra ez így lesz jó. Illetve még azzal lehet játszani, ennél az öntetni, ugye, hogy említettem, dijoni mustárt használjuk. Viszont már lehet kapni ezeket a honey dijonikat, ami azt jelenti, hogy egy picit ilyen mézes vonalú a dijoni mustár. Ha azt tesszük hozzá, akkor lesz az igazán kiváló, számomra kiváló mártás. Viszont tényleg mindenkire, saját magára bízom. Nyilván ez picit savasabb, savanykásabb. Össze is kevertem, ezt most félreteszem, hogy hadd álljon, a só hadd oldódjon fel, hadd oldódjon benne fel a fokhagyma, a mustár is hadd dolgozzon, úgyhogy ezt nyugodtan, amíg el nem készülök mindennel, ezt félre tudom rakni, úgyhogy ez kész. Közben, ahogy nézem, a tojásom lassan el is készül. Ahogy mondani szoktam, egy 5-6 percet ildomos főzni, úgyhogy szerintem az lassan el is telik, megnézzük a tojást, szépen reped, még egy picit adunk neki. Na de nézzük, hogy akkor addig is a krutonhoz majd mi fog kelleni. Tehát, amint mondtam, összekockázott kenyér, friss zöldek, itt használhatunk rozmaringot, kakukkfüvet, ki mit szeret, zsáját, tárkony, tényleg bármit lehet használni. Én a kakukkfüvet fogom használni, mert számomra az egyik legkedvesebb fűszer. És az a lényeg, hogy jó sok vajat fogunk tenni a serpenyőnkbe, hogy szinte félig ellepje a kenyeret, és folyamatosan addig kell pirítani, sütni benne, ameddig föl nem vette az összes vajat, meg egy darab egész fokhagymát fogok hozzá helyezni. Egy kis jeges vízbe jól beletesszük a tojást, nekem most itt nincs jegem, úgyhogy egy pici kis tálba fogom belerakni. Így. És öntök rá egy pici hideg vizet, hogy addig is hűljön. Nyilván majd, mikor minden elkészültem, akkor utána fogom megpucolni. Addig is hagyom, hogy egy picit lehűljön. Na most jön a nagy csavar, ezt leveszem.
jöhet az edényem, és ebbe jöhet bele a vaj. És nagyon-nagyon fontos, hogy itt ne sajnáljuk a vajat, mert ennek a krutonnak a lelke a vaj. Tehát nem margarin, vaj. Nagyon fontos, hogy vajat használjunk. Nem szabad nagyon nagy gázon, vagy nagy fokozaton elkészíteni, ne égjen le a vajunk, mert ugye itt folyamatosan mozgatni kell majd. Azt már most garantálom, hogy itt olyan illatok lesznek, hogy ez félelmetes. Szemre fogjuk látni, hogy mennyi vaj kell ez az ételhez. Jön a fokhagyma. Ezt belerakjuk, hogy a vaj jól átdolgozza. És ilyen mozdulatokat kell majd folyamatosan végezni. Jó, belekerült a fokhagyma. Jöhet a kakukkfű. Nem kell lecsipegetni, mehet így. Szárastól, ahogy van. Mikor már pattog, elértük a kellő hőt, jöhet rá a kruton. Jó? És most jön a technika, most oda lehet neki gyújtani, és folyamatos mozgatás mellett elkezdjük pirítani. És ez a nagyon fontos, hogy mindig mozgassuk, 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 hogy átforogjon. Az a legjobb, hogyha egy otthoni nagy serpenyőbe készítjük, és folyamatosan dobáljuk, dobáljuk. Nyilván ebbe kicsit nehezebb, mert nem serpenyő, de ezek a mozdulatok azok, amivel folyamatosan dolgozni kell. És látjuk, hogy fölveszi a krutonunk a vajat, az a lényeg, egy jó vajas, egy kakukkfűves, fokhagymás kruton kapjunk. Mikor aranybarnára pirultak a kis kenyérkockáink, ne lepődjünk meg, hogy még egy picit puha, mert ezt ki fogjuk önteni most ebbe a kis táv, amiben én raktam szilviát, szalvétát, amit akarunk, hogy szépen, hogy magába szívja, és meg fog keményedni, úgyhogy így né. És ami nagyon fontos, hogy az edényünket ne mossuk el, jó? Tehát ezek az ízek, ami benne van, az nekünk szükségünk van rá, ugyanis a csirke mellett is ebbe fogjuk lepirítani. Kenyérkockákat így kicsit meghúzzuk, kezünket megtöröljük, és én leszoktam fedni most egy szilviával, hogy jól beszívja a fennmaradó zsiradékot, vajat. Nagyon fontos, tehát nem véletlenül hangsúlyozom, vaj. Tehát nem olaj, nem olívaolaj, vaj. Jó, tehát fontos, hogy vajat használjunk. Jó, attól lesz igazán finom. Na, ezt is félreteszem, tehát már van három dolgunk félretéve, ugye a cézársára nem is olyan egyszerű, mint hogy azt gondoltuk, hogy megvesszük a salátát, aztán csak összeborogatjuk. Tehát megvan a mártásunk, vagyis hát az öntetünk, megvan a tojás, megvan a kruton, és még mindig van két lépcső, egy a csirke és egy a saláta. Gyorsan a csirkét azt föl is szeljük, nem fogunk, egy darabot fogok használni. Aki nem szereti ezeket a kis zsíros részeket rajta, az kivághatja. Ha valakit zavar, ha valakit nem zavar, akkor nem. Nyilván nincs is jobb a falusi csirkénél, ez is innen a csarnokból van, gyönyörű sárga. Ops. Ezt is kivágom. És akkor mutatom a technikát. Jó, tehát alapból így van a csirke mellünk. Fontos, mert sokan nem tudják, hogy kell kinyitni a csirke mellett, ami nem is baj, hisz nem kell mindenkinek tudnia otthon, hogy hogy csinálunk egy ekkora csirke mellből egy ekkorát. Itt van a csirke mellünk, nagyon fontos, ha megfordítjuk a csirke mellünket, akkor úgynevezett, amikor a két csirke mell van együtt, azt hívjuk pillangónak. Itt van a csirke mellünk, ezt hívjuk delfinnek. Ezt a delfint, jobb esetben ez egy lifegő, ezt nem kell, hogy levágjuk, hisz szükségünk van rá, csak sokan nem feleslegesnek tartják. Tehát itt bevágjuk a delfinnél. Kapunk egy ilyet. Jó? Tehát megvan a csirke mellünk, le van nyitva a delfin. A késünket hozzuk a delfinnel egy vonalban, elkezdünk bevágni, majdnem addig, hogy elvágjuk. Kinyitjuk a csirke mellünket, kapunk egy buckát. Az egész csirke mellünket átfordítjuk, így, és jövünk megint tovább. Addig jövünk, ameddig egy síkban nem leszünk, jó? Tehát ezt is bevágjuk így, kezünkre vigyázzunk, és még nyitunk rajta. Hát most kaptunk egy ilyen durván fél centi vastag csirkemellet, ezt lehet koffolni, lehet tölteni, bármi, jó? Tehát ennyire egyszerű kinyitni egy csirkemellet, és rögtön lett egy ekkora csirkemellből egy nagy, jó? Mi most nyilván nem koffolunk, hanem vékony csíkokra fogok vágni,
hisz acélzás alátához az kell. A vékony csíkokat pedig így megfogom, és szépen vékonyra levágom, ne legyen tolakodó a salátán, épp hogy csak jelen legyen. Megvan a csirkemem, gyönyörű vékonyakra fölvágtuk, használjuk újra a vajat. Hogyha az igazi akarnánk elkészíteni, az igazi célzás salátát, akkor semmi más dolgunk nincs, hogy veszünk egy kis üveg szardellát. A szardellát kivesszük belőle, azt dobjuk föl egy nagyon pici vajon, a szardella szinte el fog tűnni, egy nagyon friss, sós, egy ilyen tengeri ízvilágot fog hozzáadni, egy igazi Olaszországot, de most nem használunk hozzá szardellát, de csak ezt is érdekességképpen, hogy mivel lehet még kombózni ezt a nagyon finom cézár salátát, úgyhogy egy csipet vaj, megint csak oda kapcsolunk neki, ez is felolvad, és szépen átpirítjuk, ezt is folyamatos mozgás mellett. Olvad a vajunk, az apróra vágott csirkemen bele, ami nagyon fontos. Én ilyenkor nagyon pici olívát teszek hozzá, de csak az íze miatt, semmi más miatt, jó? Egy pici fokhagyma, mert a legjobb. Nyilván ilyenkor mindig a embernek a kezére megy a fele. Egy pici só, egy pici bors, tényleg csak egy halszányi, és pirítunk. Jó? Tehát a nagyon vékonyra vágott csirke nagyon hamar elkészül, nem kell szénét pirítani, tehát az ne szárítsuk ki a csirke mellett, ezért használunk a vajat. A vajat az egy kicsit fölveszi, és kicsit lédúsabban ad a csirke mellünk. Ezért fontos, hogy vajat is tegyünk hozzá, ne csak olivát. Olivát azért teszek hozzá, egy az íze méget, kicsit savanykás, keserűsebb az íz, másrészt azért, hogy a vajunk ne égjen meg olyan hamar. És amikor már a csirke mellünk kezd ilyen kicsit ilyen aranyjá válni, kicsit megkapódni, megpirulni, akkor lesz jó a csirke mellünk. Nagyon fontos, hogy most ezt is félre fogjuk tenni, viszont nekem abban az egy szerencsém van, itt a vásárcsarnokban, ez kóracél assza, úgyhogy nyugodtan félrakhatom, otthon viszont ne felejtsünk el alátenni valami alátétet, hisz biztos, hogy meleg lesz, úgyhogy nehogy kiégessük a konyhapultot. Jó, tehát gyönyörűen lepirult, a vajat is fölvette, úgyhogy ezt is félreteszem. Itt még ez kicsit magához tér, úgyhogy most jön a legfontosabb része, elkészítjük a salátát, és a végén összepakoljuk az egészet. Na de mi kell a salátához? Mint ahogy említettem, az igazi cézár salátához csak jégsalátát, római salátát használnak. Mi azért ugye magyarosítunk, mert ugye magyar ember mindenből szereti a többet, szereti a jobbat, és hát ehhez szoktunk hozzá. Jégsaláta. Kikockára, kicsíkra. Ezek mindig nagy dilemmák szoktak lenni. Én azt mondom, hogy vágjuk vékony csíkokra, sokkal fogyasztható, mint a nagy kockákra. Egyszerű mozdulat. Ja, és én mindig rétegezve szoktam rakni, úgyhogy most is rétegezve fogom rakni. Megvan a jégsalim. Megfogom, és szintén kézzel csinálok egy ilyet, összenyomom. Hál' Istennek jó termékről beszélünk, tehát nem csak levegőt kaptunk, szépen összecsíkozom. Megvan a jégsalátánk, vékony csíkokra vágtam. Én ezt beleteszem a tányérom aljába. Következő lépésnek fogok egy kis kaliforniai paprikát kockázni. Tehát az a lényeg, én mindig azt mondom a salátáknak, ne nagy dolgok legyenek benne, nyilván ebbe is lesz dekornak nagy dolog, de fontos apró, hogy a vendég mikor összekeveri, vagy mikor ti összekeveritek otthon, akkor mindenből jusson, ne az legyen, hogy most a kék salátát eszek. Jó, tehát apró kockára vágom, és ezzel megszórom az egészet. Mikor belekerült az apró kocka, megint csak kézzel, szépen össze. Nyilván otthon ezt kettő darab kanállal, vagy salátás kanállal meg lehet csinálni. Ezt most én fogom fogyasztani, úgyhogy én saját magamtól nem tartok. Megvan a paprika, megvan a saláta. Most jön a lila hagyma.
gyorsan megpucoljuk, fél mozdulat. Általában én úgy szoktam, első levélig bevágom, és egy mozdulattal szintén ki is bújtattam. Ezt úgynevezett félfőre fogom vágni, ez megint csak egy szakmai nyelv. Ezt azért is mondom, mert nagyon sok szakácskönyvben találkozunk most már ezekkel a szavakkal, hogy julienre, félfőre, egészbe, cikre, negyedre. Úgyhogy a félfő az az, amikor megfogom a hagymát, ketté vágom, ez a fél, ez meg a fő. Úgyhogy jó, ez a félfőre vágás. Egyszerűbb lenne azt mondani, hogy fél karikákra, de ennek a neve hivatalosan az, hogy fél fő. Jó? Tehát ezt is szétnyomom így kézzel, ezt is rászórom. Ezt is összemozgatom, jó? Hogy mindenhova jusson belőle. Most jöhet az uborkánk. Az uborkát azt lehet stílusosan, lehet nem stílusosan. Én azt mondom, hogy egybe díszítünk is, meg a fogyasztásra is gondolunk. Úgyhogy az uborkánkat ezt most kettő részre fogom venni. Ezeket azért próbálom most megmutatni nektek, hogy ha otthon mondjuk vendégeket váltok, akkor kicsit így tudtok játszani, meg díszíteni. Úgyhogy mindenki próbálja ki. Jó, nagyon egyszerű, hogy ezt is apró kockára fogom vágni. Fontos, mindig vágjunk egy talpat az uborkának, így nem fog elmozdulni, nem vágjuk el a mancsunkat otthon. Jó, tehát első a biztonság. Jó, ezt is megfogom, fővágom hosszú csikokra, majd kockára. Jó, ez is megvan, ezzel is szépen megszórom. Megvan az uborkánk, na de a másik fél uborkával fogunk egy sima hámozót, egyszerű, semmi trükk nincs benne, bárhol be lehet szerezni, biztos vagyok benne, hogy itt is, a vásárcsarnokban megfogjuk az uborkánkat, és egy laza mozdulattal csikokat készítünk belőle. Jó, tehát ennyi az egész. Megfogjuk, és szépen föltekerjük őket. És már is alakul a salátánknak egy ilyen szebb vonala. Megvannak az ubik, most jöhetnek a paradicsomok. Én koktélparadicsomot használok hozzá. Ezeket fölvágom cikkre. És most mutatok még egy trükköt, hogy mi hogy készítjük el a paradicsom kaviárt. Tehát ez megint csak egy ilyen díszítő elem. Tehát a paradicsomot alulról megvágjuk, majd belevágjuk a késünket és körbeforgatjuk, szépen ketté lehessen nyitni. Ezt ketté nyitjuk, és kvázi megkapjuk a magházat. Ezt hívjuk mi úgy, hogy paradicsom kaviár. Ezt levágjuk, ez egy lédús dolog, ez megint csak díszíteni nagyon-nagyon jó. És a másik oldalt is ugyanígy kibontjuk, és mint egy kis apró kaviár, apró szőlőszemek. Tehát egy ilyet kapunk, és ezt is ide rakjuk, dísznek, és a mi lejött ház pedig apró kockára vágom, hogy itt is ugye, ahogy beszéltem, jusson mindenhova. Megvan a saláta alapunk, úgyhogy látunk rajta érdekességek, lehet rajta egy kis paradicsomkaviár, egy kis uborkaroló, tehát ez a salátánk alapja. Ez biztos, hogy ha belekanalazunk, ebbe lesz mindenhol lesz minden. Úgyhogy most jön a következő lépés, hogy a tojást megpucoljuk, és akkor azt is szépen ráhelyezzük. Én ezt úgy szoktam, hogy félbe, majd megint csak félbe, tehát elnegyedelem a tojást. Na, mindenki kíváncsi, hogy most szétesik-e?
tökéletes, ahogy én szeretem. Kívül kemény, belül folyik a legeslegjobb tojás. És ráhelyezem a csirkemet, nyilván otthon belenyúlhatunk kézzel, vagy kanállal, vagy bármi, én most használom az én kis csipeszemet, ezzel azért szépen tudok rakosgatni. Bár így nyilván időigényesebb, de legalább jut mindenhova. Szépen alakul a salátánk, és most jön a legjobb része, a kedvencem, a pirítós. Ezt muszáj megkóstolni. Parádi. Úgyhogy megpróbálom ezt is egy ilyen kis eszközzel rászórni. Rákerült a pirítósunk, és most jön a saláta öntet. Gyors mozdulattal még jól összedolgozom. Most szépen meglocsolom vele. És nyilván még ebből külön egy kis tálkába tudunk még adni, hogyha valaki nagyon-nagyon szereti szósszal. És az utolsó mozzanat. Pici reszelt parmezánnal megszórom az egészet, jusson mindenhova. És hogy azért a díszítésünk is meglegyen, egy kis friss kaporból rakok rá, így a zöld is kijöjjön rajta. Remélem tetszik a recept, és hogy ti is el fogjátok készíteni otthon, hisz tényleg egy mindennapi, egy egyszerű, egy jó kis diétás étel, hisz benne van a tojás, benne van a csirke, mert a saláta tényleg bárki bármikor fogyaszthatja, nyilván aki nem vega. Úgyhogy szerintem egy nagyon egyszerű, nagyon finom étel, hisz nyilván ebben az adásban most lépésről lépésre megtanultuk, hogy kell elkészíteni, úgyhogy szerintem nektek is menni fog, és ne felejtsétek el, mint ahogy mondtam, legközelebb is gyertek, nézzetek minket, és keressetek meg majd a kívülálló helyszíneken, hisz a kívülálló helyszíneket mindig majd el fogjuk mondani az előző adásban, hogy hova fogunk kimenni. Úgyhogy, mint ahogy ígértem, most itt vagyunk a vásárcsarnokban, a legközelebb ki tudja, hol fogunk találkozni. Kövessetek, tartsatok velünk, köszönöm, hogy néztétek, köszönöm, hogy velünk tartottatok, Kokszá voltam.